Önkéntes segítők foglalkoznak a gyerekekkel a Nyíregyházi Anyagyermek Segítő Otthonban. Együtt rajzolnak, míg a szülők különböző előadásokat hallgatnak, ezúttal például a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából végzős védőnő hallgatók beszélgettek velük. A Nyíregyházi Otthonban most is teltház van, a várólista pedig igen nagy. A gyermekvédelmi törvény szabályozza a bentlakás időtartalmát, alapból egy évre kötünk velük szerződést, ami fél évre meghosszabbítható, és ez tovább hosszabbítható esetleg a tanév végéig, hogyha a család semmiféle más kiútat nem talál innen. Az átlag bentartózkodási időnk az 4,6 hónap, természetesen ebben benne vannak azok is, akik kitöltik az időt, meg benne vannak azok is, akik mondjuk egy hét alatt nagyon gyorsan megtalálják a lehetőségeiket. Az intézményvezető hozzátette, az otthonban teljes körű családgondozást kapnak az érintettek. Foglalkoztatunk jogász pszichológust, aki a mentális problémákat, a jogi helyzetüket próbálja tisztázni. Ezen kívül foglalkozik a gyerekekkel fejlesztő pedagógus kollega, aki a lemaradásokat, a bántalmazás miatti traumafeldolgozásokat segíti különböző eszközökkel és módszerekkel. A legtöbben érzelmi erőszak áldozataiként kerülnek be az otthonba, de 30-35%-uk fizikai bántalmazást is megélt, 1-2%-uk pedig bizonyítottan szexuális erőszak áldozatai. A férjem alkoholista lett olyan szinten, hogy a bántalmazásig elfajultak a dolgok. Félő volt, hogy a gyermeket is esetleg bántalmazza, annyira elborul az agy az alkoholtól. A legtöbb anya nem is önmaga, hanem gyermeke védelme miatt vállalja fel azt, hogy titokban vagy nyíltan, de elhagyja bántalmazó társát vagy családtagját. Egy kiskorú, 6 éves kislánynak kerültem ide. Én el szeretném mondani, hogy én örülök, hogy ilyen lehetőségek vannak, ilyen otthonok vannak, akik segítenek nekünk, anyáknak. Azokon a bántalmazott nőkön is tudnak segíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akiknek azonnali segítségre lenne szükségük. A krízisszolgáltatás keretében akár éjszaka is tudnak elhelyezést, szállást biztosítani az intézményben.